Szép eredmények születtek a Liszt Ferenc Zenei Iskola alapfokú művészeti iskolában a napokban. Az intézményben kiemelten foglalkoznak a tehetséggondozással. Tehetséges és sikeres tanulóik, tanárok is bemutatkoznak most a Hello Győrben. Sziasztok! Sziasztok! No, meséljetek nekem először is arról, hogy hát ugye látunk itt két diákot, két növendéket, látunk két tanárt, és természetesen az intézményvezető Erikát, nagyon szeretettel köszöntelek téged is. Szerintem beszéljünk arról először, hogy mi is volt ez a siker, tehát hogy milyen versenyen vett részt az intézmény, és persze ti is. A Liszt Ferenc Zeneiskolában 1994-ben elindult egy olyan verseny, ami egy nagyon nagyszabású országos ütőhangszeres szóló és duó verseny, és ez azért nagyon fontos, mert csak 3 évente rendezik meg, ugyanúgy, mint egyébként minden más hangszerből is, a zenei országos versenyek 3 évente kerülnek megrendezésre, és ráadásul ennek a versenynek mi vagyunk a házigazdái. Az én elődöm Maros Gábor kezdte el először ezt a versenyt, és ez a mai napra már annyira kinőtte magát, hogy 44 iskolából körülbelül 120 gyerek vett részt ezen a versenyen. Ez egy 3 napos rendezvény, az első 2 nap zajlanak a versenyek, és a 3. nap természetesen a gála, illetve a díjkiosztó ünnepség. Tehát Adrián, jól értem, hogy te vagy a felelőse tulajdonképpen ennek. Igen, pontosan, tehát mi egyben a házigazdák is vagyunk, és hát természetesen így a szervezés nagy része ránk ütőtanárokra hárul. És most már azt mondhatom, hogy nagyon rutinosak vagyunk ebbe. Én személy szerint az első versenytől kezdve részt vettem ebben. Először hát még mint tanár és kollega, aztán Maros Gábor halála után átvettem a szervezési feladatokat is, és ezért azt elmondanám, hogy 2006 óta a verseny az ő nevét viseli. Tehát hivatalosan Maros Gábor ütőhangszeres szóló és duó verseny. Bence, te pedig úgy csatlakoztál a történethez, hogy te nyertél is, tehát díjazott is voltál, aztán pedig tanár lettél. Jól értettem itt a felvezetésben, amikor beszélgettünk egy picikét? Igen, én a Győri Zeneiskolában kezdtem meg a tanulmányomat, egyébként Felsman Adriennél is tanultam 4 évig itt a zeneiskolában. Ezután a Győri Konziban folytattam, és végül a Debreceni Egyetemen szereztem diplomát, és ezután tértem most vissza az iskolámba tanárként. És egyébként még a versenyhez szeretném hozzáfűzni, azt még talán az igazgatónő és a kollégám se tudja, hogy Maros Gábor abban az évben hunyt el, mikor én megkezdtem a zeneiskolai tanulmányaimat, tehát engem eleve hozzáirattak be, és akkor augusztusban kaptuk a szomorú hírt, hogy mégsem hozzákerülök, és így kerültem az Adriánhez végül később. Milyen érzés ilyen tehetséges tanárokkal és természetesen növendékekkel is együtt dolgozni és a mindennapokat élni? Nagyon jó érzés. Hát az igazgatói munkában azért az egy adminisztratív munka elsősorban. Nekem nagyon hiányzik, hogy minél többet taníthassak a gyerekek körében lehessek, és amikor így a versenyekre kísérem őket, vagy végighallgatom őket, az abból én azért nagyon tudok töltekezni. Az pedig, hogy a tanárok mennyire ismerik meg a tehetségeket, akik a kezük közé kerülnek, az egy alapvető dolog. Mert hogyha a tanárok nem ismerik föl, hogy ez a növendék olyan, akiből lehetne versenyre is felkészíteni, akit fel lehet készíteni, akkor azért ott megfeneklik ez a tehetséggondozó munka. Tehát ez egy első állomása ennek a történetnek, és én arra vagyok nagyon büszke, hogy a mi tanáraink kezében nagyon jó helyen vannak a gyerekek. Léna és Dénes is a vendégünk. Meséljetek a felkészülésről, és meséljetek arról is, hogy mit értetek el? Hát... Pedig Léna nagy dumás, igaz? Én a verseny előtt minden nap hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken is bementem a zeneiskolába, és minden nap keményen gyakoroltam, néha Adrián nénivel, néha Adrián néni nélkül, és hát... Nagyon komoly felkészülés előz meg egy ilyen versenyt, tehát ezt azért úgy tudni kell, hogy ez... Akik egy ilyen versenyen elindulnak gyerekek, azért ők nem átlagos oktatásban részesülnek. Tehát nagyon sok mindent kell ahhoz tenned, hogy te elérd
a célodat, a vágyaidat, az álmaidat, és nem csak neked, hanem nyilván a felkészítő tanárnak is. Igen, ez még naponta több órás gyakorlás. Anyafia megszólalt, csak úgy jelzem. Tehát, hogy ez naponta több órás gyakorlást is igényel emellett. Uh-huh. Az egyéb elfoglaltságok mellett, uh-huh. persze. Az eredményekről beszéljetek nekem egy picit még, hogy nem is csak a mostaniról, hanem hogy ti mit hoztok már, mi van már mögöttetek? Hát... Nekem tavaly volt egy versenyem Óváron, és azon nyertem, és hát azon nagyon felbátorodtam, és... És most is nyertél. Amihez nagyon gratulálunk neked. Léna nagyon szerény, az első korcsoportban, ahol 18 induló volt, és egyedül ő volt lány. Hát igen, még az ütős hangszerek világa nem... Ő nyerte meg az első díjat. Mm. Meg még előttem kívül egy másik fiú, aki nagyon ügyes megosztott, volt. Igen, tehát 2 darab első helyezés született, és abból az egyik volt ő. Gratulálunk. Én pedig ezen a versenyen 3-szor indultam, 2-szer dúóban, Kun Mátyás barátommal. Először 3. helyezést sikerült elérnünk, aztán 3 éve első helyezést, és most pedig szólóban indultunk, és most megint első helyezést. Indultam, Matyi nélkül, igen. Szólóban indultunk. Igen, Matyi velem volt lélekben, és most pedig első helyezést sikerült megint elérni. Gratulálunk neked is. A jövőről is beszéljünk. Mi várható, hol találkozhatunk veletek, talán Erikát is megszólíthatjuk, hogy mi várható az életetekben. Mikor találkozhatunk veletek, amikor ti játszotok valahol? Van ilyen? Hát növendékhangversenyen rendszeresen, aztán vannak városi hangversenyek, amikre sokszor hívjuk az érdeklődőket. Most Adrienék készülnek az ütős maratonra, tehát ott biztos, hogy fognak szerepelni akár ők is, de a társaik is, mert van egy ütőkamara együttes, akik hát szenzációsan muzsikálnak együtt, és most már 10 éves volt ez a kamara együttes, úgyhogy az Adrienéknek a munkáját dicséri szintén. Úgyhogy nem csak zenében, de így közösségformálásban is ez egy nagyon eredményes terület. És hát... Az 5 templom lesz a következő, amit nem tudom, az 5 templom fesztiválon momentán ők 2 szerepelnek-e, de az ütős gyerekek biztos, hogy ott is szerepelni fognak, meg hát egyáltalán a zeneiskolások. Úgyhogy május 14-én 6 órakor lesz a katolikus templomban a mi részünk, amit hozzáteszünk ennek a fesztiválnak a sikeréhez. Látom, Bence nagyon szeretne valamit mondani. Győrön kívül is lehet majd velünk találkozni, ugyanis a 4. korcsoportban, ahol Dini első helyezést szerzett, ott a Horváth Kornél, akit 2016-ban a világ legjobb ütőhangszeresének választott, egy nagyon neves... Kossuth-díjas ütőhangszeres. Nagyon neves szaklap. Most egy új kezdeményezésként ütőfesztivál szervez Sopronban, és felajánlotta a legnagyobb kategória első helyezétjének, hogy ott felléphetnek. Tehát június 15 és 17 között majd lehet Sopronban is találkozni velünk. Na, még a 2 gyermeket azért arról kérdezném, hogy szüleiteket, ugye Dininek itt van az édesanyja, de neked is a szüleid hogyan, tényleg elsősorban téged kérdezni, hogyan emésztették meg, hogy te ilyen hangszert választottál? Hát anyukám először azt akarta, hogy... Biztos voltam, mert a anya mást akar. Igen, hogy harmonikázzak, mert ő kiskorában harmonikázni akar tanulni, csak hát, zongorázni kezdett. És... Mindenképpen szerette volna, hogyha én harmonikázom. Aztán megnéztük a harmonikát, és tényleg jó volt, de utána bementem az ütősökhöz, és akkor már eldöntöttem, hogy én ütős leszek. De hogy? Miért? Hát azért, mert annyira izgalmas volt, ahogy ottan... Sokféle hangszer. Igen. És ahogy láttam, hogy ott játszanak, meg minden. És nagyon-nagyon-nagyon megtetszett. Ez a te közösséged. Igen. Na, azt szoktam mondani, hogy mi azért vagyunk szerencsések, mert az ütőhangszert 90%-ban a gyerek választja, és igen, nem a szülő. Fontos. És igen, pont ezért akkora szeretettel jönnek a gyerekek, ha már otthon sikerült meggyőzni anyukát, apukát, hogy engedjék, hogy... Hangos ez a dolog, igen. Igen. Egyébként Győrben most már, hála Istennek, olyan népszerű az ütőhangszer, hogy most már nem azonosítják, hogy jó, hát akkor valamit zörög, dobol, mert azért
itt van a Győri Ütő Együttes, Konzi főiskola, hogyne, rengeteg rendezvénye lehet ütős zenével találkozni. De hát az egyik, az igen, ország egyik felegvárezés. És te hogy találkoztál a hangszerrel? Hát, nekem is gondolom, hogy könnyebb volt. Igen, úgyhogy hát nekem nem is volt kérdés. Uh-huh. De nem vágytál valami másra? Hát csellózni még csellóztam volna, aztán pont abban az évben ment el a tanár, úgyhogy... Jaj, értelek. Tehát neked egyenes utad volt, teljesen, nincs is miről beszélni. Egy olyan információra vagyok még kíváncsi, aztán el is engedlek benneteket, hogy hol nézhetünk utánatok, az eredmények után, esetleg az iskola honlapján, van-e valamilyen kötődésünk nekünk, ha bepötyögünk valamit, akkor ott... lizzeneiskola.hu. Ott nagyon sok minden elérhető, az iskola életével kapcsolatos programok vagy versenyek, mire készülnek a gyerekek, hol milyen eredményt értek el, bár itt most egy kicsit kérdés, hogy mennyire lehet név szerint föltenni a gyerekeknek az eredményeit, hogy ez mennyire ütközik személyiségi jogokba, hogy név szerint. De azt, hogy milyen versenyre mennek, az természetesen ott van. Megtalálható. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, további sok sikert kívánunk nektek. Köszönjük szépen a lehetőséget.